Győzelemmel zárta a bajnokságot a Kölcsey DS-e, Hadobás István együttese 31-19-re verte a Miskolci Szepa AKS-e csapatát. A nyíregyházi gárda veretlenül a tabella élén állva vágott neki a tavaszi idénynek, amelynek első fordulójában rögtön vereséget szenvedett a Hajdúböszörménytől. A folytatás is hullámzóra sikeredett, így végül bronzérmes pozícióban fejezte be jubileumi szezonját a diákcsapat. Én azt gondolom, hogy az eredményjelző, illetve a tabella soha nem hazudik. Nyilvánvalóan szerettük volna mi megnyerni ezt a bajnokságot, de olyan sok nehézséggel küzdöttünk a tavaszi idényben. Elsősorban gondolok a rengeteg sérülésre, az irányítónk csak most az utolsó fordulóra nyerte vissza a régi jó formáját, rajta kívül is néhányan nagyon komolyan megsérültek, úgyhogy ez mindenképpen egy olyan nehezítő körülmény volt, ami lehetetlenné tette, hogy feljebb végezzünk, de őszintén, ha valaki nekem az idény előtt azt mondja, hogy mi végig harcban leszünk az aranyéremért, és végül bronzot szerzünk, simán aláírtam volna, és hát tegyük hozzá ez a jubileum 25. idényünk az MB2-ben, ami például nélküli a magyar kézilabda történetében, én azt gondolom, hogy méltóképpen ünnepelhetjük ezt a szép kerekszámot. A juniorok mellett edzői feladatokat is ellátó Kelemen Gréta szerint a kifogástalan csapatszellem is hozzájárult a harmadik hely megszerzéséhez. Nagyon jó ez a csapat. Mindenkinek azt kívánom, hogy egyszer egy ilyen közösségbe legyen, és belekerüljön. Nagyon szeretjük egymást, és nagyon jó velük dolgozni, mint a junior játékosokkal, mint a felnőtt játékosokkal. A Kölcsey is lányok egyelőre edzésben maradnak, mivel a bajnokságban második helyen végző junior csapat még pályára lép a Szabolcs Kupa nemzetközi utánpótlás tornán. Június 4-én pedig egy Hadobás István által szervezett kézilabda gálán találkoznak majd azok a játékosok, akik az 1978 és 2016 közötti időszakban viselték a Kölcsey mezét.